Értékes kalpot gyűjtött be Csordás Csaba csapata, önbizalmat szerezve a folytatáshoz. A BTC NB3-as labdarúgói január 18-án a pénzügyőr otthonában játszották harmadik felkészülési mérkőzésüket, amelyen 2-1-es vereséget szenvedett csapatunk. Gólokat Urbin és Bíró a hazaiak, Molnár Attila pedig a BTC részéről szerezték. Erről a találkozóról a nagy esőzés miatt csak elemző felvétel készült a csapatok részére. Mai műsorunkban rövid összefoglalót láthatnak az Újpest FC 2 elleni negyedik felkészülési meccsünkről, majd a következő adásunkban az Iváncsa elleni edzőmérkőzés összefoglalójával jövünk. Bár ugyanúgy 29 ponttal rendelkezik mégis a középcsoportban, az 5. helyen telel az Újpest második csapata. Szemben a Bicske a nyugati csoportbeli 10. helyével. Gyönyörű napfényben érkeztünk a csodálatos újpesti edzőközpontba, ahol kerítés választja el az UTE és az Újpest FC felségterületeit. Kezdésre elillant a napsütés, így csípos, téli hidegben vonult ki csapatunk a műfőre. Illés, Gassner, Bozsóki, Lakatos, Dankó, Hirman, Vékony, Marsa, Tajti, Sóron, Kovács összeállításban kezdtünk, óvatos, de nem túl eseménytús kezdés után. 11. minutumban Dékely lépett ki a bal oldalon, 10 méteres lövését Illés kiütötte, kipattanott azonban Szűcs 18-ra fölé lőtte. 10 perccel később Bozsóki szerelését látta szabálytalannak a bíró, a megítélt 26 méteres szabadrugást Dékely kapu mellé küldte. A reklamálásokkal teli meccskezdést nem múlt el sárgalap nélkül, így a továbbiakban már a játékra koncentráltak a csapatok. 25. percben az oldalvonal mellől a 11-es magasságában Sóron végezhetett el szabadrugást, kaput célozta meg, de a hazai kapus mentett. 2 perccel később Tajtit akadályozták szabálytalanul a 16-oson belül, a megítélt büntetőt Sóron biztos lábbal a jobb alsóba lőtte, ezzel 0-1. 30. minutumban Gassner jobb oldali beadás után Sóron került a földre, a játékvezető ezúttal nagyvonalon tovább atintett. 33. percben Kovács remek passza után Sóron 14-ről mellé lőtt, majd 5 perccel később Lakatos forintos labdáját Marsa 18-ra emelte fölé. Szünetben Illés, Lakatos és Marsa helyett Pap, Ízing, valamint Sipos folytatták. 47. percben Kovács ellen szabálytalankodott a kapujából messzeként boklászó Miklósi, Sóron lőtte a szabadrugást a kapu fölé. Következő percben Tajti futott el jobb oldalon, Remag beadását Sóron kapásból lőtte a léc alá, és onnan a gólvonalon túlra pattant a labda, ezzel 0-2. Kezdés követően Tajti Kovácsot futtatta, az ő átadását Dankó 20-ról alig lőtte felé. 53. percben Dékei a bizonytalankodó védőink között lépett ki, és kissé jobbról 14-ről hosszú sorokba lőtt, ezzel 1-2. 3 perccel később Mucsányi lemásolta játékos társát, és ugyanúgy szerzett gólt, ezzel legalizált. Következő percben Gassner lódolt meg a jobb oldalon, élesen belőtt labdáját Kovács kapásból bombázta hálóba, újra itt az előny 2-3. Gólzuhatagot hozott a második félidő első 10 perce. 66. percben Gassnert Csillus váltotta. 70. minutonban újabb hármas csere, Sóron, Kovács és Tajti helyett Varga, Szokolai és Savanya folytatták. 85. percben Bozsóki a baloldali 16-os sarkánál szabálytalankodott, Kuazim ellen, de a sértett szabadrugása nem jelentett veszélyt a kapura. 87. percben Ízing ívelt vékony fejére, de a 10 méteres fejes nem sikerült. Fiatal, erőtől dúzadó vendéglátók ellen biztató, friss, helyenként jó játékkal győzött csapatunk, megszerezve a felkészülési időszak első győzelmét. Folytatás hazai pályán január 28-án szombaton, 11 órai kezdéssel az Iváncsa ellen.